Szóval nézzük, hogy miért is olyan fontos, vagy miért szoktunk beszélni a hajunkról, és miért kell egyáltalán erről is szót ejtenünk. Ugye nagyon sokat beszélünk az életmódunkról, nagyon sokat beszélünk a különféle gyógynövény alapú készítményeinkről, termékeinkről, és az életmódunk sok-sok szegmenséről, és ez a hajápolás, ez olyan, mintha egy kicsit ilyen kakukktojás lenne, nem itt az étrend kiegészítők, a táplálék kiegészítők, a különféle nagyobb magas hatóanyag tartalmú szuper italaink körében, vajon miért fontos a hajápolásról is beszélni? Azért rengeteg oka van, hogy ezzel is foglalkoznunk kell. Az egy alapvetés nyilván, hogy a hajunk az gyakorlatilag a megjelenésünknek mondhatjuk, hogy a koronája vagy az éke. Bármikor, amikor benyomást teszünk egymásra, akkor a megjelenésünkkel, a mosolyunkkal, a kiállásunkkal, a tartásunkkal nagyon erősen benyomást tudunk tenni egymásra, és ennek része bizony az is, hogy mennyire ápolt, mennyire rendezett a megjelenésünk, és ezen belül ugye a hajunk és a hajkoronánk is. Biztos, hogy sokfélék vagyunk. Van, aki nagyon szerencsésnek született, van, akinek olyan áldott genetikája van, hogy egészen különleges hajat tudhat a fején. Ők azok a szerencsések, akik gyakorlatilag azért kell csak, hogy mindent megtegyenek, hogy megőrizzék a hajuk egészségét, szépségét és épségét. Tehát vannak olyanok is, akiknek nehezebb ez a kérdés, vannak, akik különféle problémákkal küzdenek, különféle egyensúlytalanságok állnak fenn időnként. A hajuk megjelenésével kapcsolatban és vannak olyanok is, akiknek különféle rendellenességek mutatkoznak a fejbőrén, illetve a haján. Itt kell mindenképp megjegyeznem azt, hogy akinek bármiféle rendellenessége van, bármiféle olyan hiányállapot vagy egyéb gond tükröződik a haján. Itt most gondolok akár kóros hajhullásra, vagy akár foltokban történő hajvesztésre, vagy egyéb fejbőrünket érintő különféle problémákra, akkor mindenképpen érdemes szakorvoshoz menni, kivizsgálást kérni. Tehát ez nem a hajápolás, és nem a bőrápolás területe, de hogyha nincs szó ilyen problémás helyzetekről, akkor egész egyszerűen csak igyekezzünk mindent megtenni azért, hogy vagy megőrizzük a hajunk, illetve a fejbőrünk épségét, szépségét, egészségét, vagy pedig tegyünk meg mindent azért, hogy egyfajta egyensúlyt, egyfajta megfelelő, jól fenntartható állapotot tartsunk fent, illetve segítsük ehhez a fejbőrünket és a hajunkat. Ehhez ugye nagyon szükséges azt is tudni, hogy a hajápolás is csak úgy, mint a bőrápolás és az egyetlen a testünk megfelelő állapotának a megőrzése, az nem csak a külsőleges készítményekkel történik, hanem nagyon sokat tehetünk az életmódunk megfelelő vezetésével ezekért a dolgokért. Tehát amikor a hajunkról beszélünk, és a hajunk szépségének és egyensúlyának a megőrzéséről van szó, akkor is fontos beszélni például a megfelelő táplálkozásról, a megfelelő folyadékbevitelről, arról, hogy megfelelő tápanyagokkal lássuk el a testünket. Itt ugyan nyilván elsősorban mikrotápanyagokról van szó, amelyekre szüksége van az összes sejtünknek, nem csak a belső szerveinknek, hanem akár a hajhagymáinknak és a fejbőrünkön található sejteknek is. De az életmódunk része az is, hogy például vigyázzunk arra, hogy ne fázzon meg a fejünk, ne fázzon meg a fejbőrünk, a hajhagymáink. Tehát hordjuk azt a sapkát, hordjuk azt a csinos kalapot, és ezzel is nagyon sokat tehetünk azért, hogy védjük és vigyázzunk a fejbőrünkre és a hajunkra. Na most nézzük azt, hogyha egy kicsit mélyebben akarunk belenézni ebbe az egész haj témába, akkor kezdjük azzal, hogy hogyan is épül fel a bőrünk, hogy honnan nő a hajunk, és mit kell tudni egyáltalán a hajunkról, a hajszálainkról. Az első, amit fontos megbeszélnünk, de erről már biztos, hogy tudtok, mert nagyon sokszor volt már szó róla, hogy is épül fel ugye a bőrünk. Három fő rétege van, ugye a felhám, az irha és a bőralja. Ezeket epidermisnek, dermisnek, illetve a bőralját subcutis rétegnek is nevezzük. A szubkutisz rétegről, tehát a bőralja rétegről most elég csak annyi szót ejteni, hogy ez az a réteg, ami elsősorban zsírszövetekkel van ellátva, de most a fejbőrünk és a hajunk szempontjából nem ez a legfontosabb réteg, hanem inkább a másik kettő, az irha és a felhám. Az irhával kapcsolatban tudjátok, hogy itt találhatók azok a molekulák, illetve azok a sejtek, amik alapvetően a bőrünk megjelenésért, egészségért, állapotáért, feszességéért, rugalmasságáért felelősek. Itt ismerjük ugye a kollagént, az elasztint, mint fehérjéket, a hialuronsav is itt található egyébként ebben a rétegben, illetve a fibroblasztok működéséről is sokat beszéltünk már, ugye ezek azok a sejtek, amelyek az imént említett molekuláknak a termelését végzik. De ami most a mi szempontunkban és a mai témánk szempontjából még érdekesebb, hogy ebben a rétegben, az irha rétegben vannak a szőr, tűszők, illetve hajhagymák is,
A szőrtűszők bent található gyakorlatilag a hajhagymák, és a hajhagymák elhaló sejtjeiből, illetve ebből képződő szaru anyagból képződik a hajszálunk, jó? Tehát ebből alakulnak ki a hajszálaink. Ez a szaru, ez egyfajta fehérje egyébként, keratinnak nevezzük. Ez a hajszálainknak a fő alkotó eleme. Tehát a keratinon kívül egyébként a víz és még egyéb kötőanyagok ismertek, mint a hajunk fő építő elemei. Na most, ha magatok elé képzelitek az egész folyamatot, ahogy a hajszálaink nőnek, illetve termelődnek, kihullanak, és aztán újra nőnek, újra termelődnek, akkor látjátok, hogy ez egy ugyanolyan folyamat, mint a bőrünk megújulásának a folyamata. Ugye a bőrünkkel kapcsolatban is tudjuk azt, hogy folyamatosan születnek, a felszínre tartanak, illetve elhalnak az újabb és újabb hámsejtjeink. De most ugyanilyen folyamat a hajunk fejlődése és a hajunk képződése is. És hogyha erre a folyamatos önmagát újra és újra megújító folyamatra gondolsz, és elkezdesz innen asszociálni, akkor biztos, hogy neked is eszedbe jut az a gondolat, hogy itt nélkülözhetetlen, hogy megfelelő tápanyagellátás, megfelelő vérellátás, megfelelő mikrotápanyagok jelenlétére van szükség ahhoz, hogy ez a folyamat megfelelő módon tudjon zajlani. Látod, hogy itt vannak ugye a szőrtűszők, bennük a hajhagymák, amelyek egyrészt az erekkel, hajszál erekkel nagyon gazdagon átszőtt írha rétegben található. Tehát itt van egy olyan kapcsolat, hogy ugye a vérerek lesznek azok, amelyek szállítják a különféle tápanyagokat, amelyek behálózzák az egész bőrfelületünket, az egész írha rétegünket, a teljes testünkön, illetve itt találhatók ebben a rétegben, az írha rétegben a fagyúmirigyek is. Láttok is egy odarajzolt fagyúmirigyet, pont ennek a hajszálnak a bőr alatti rétegéhez kapcsolódva, illetve csatlakozva látja el zsíradékkal, illetve fagyú anyaggal ez a fagyú mirigy a hajszálakat. Tehát itt találhatók ebben a rétegben a nem hajhagymákhoz és hajszálakhoz kapcsolódó fagyú mirigyek is nyilván. És van még egy fontos rétege ugye a bőrünknek, ami a hajszálaink szempontjából is fontos, ez a felhámunk, vagyis a bőrünknek a legkülső rétege, az epidermis, ami a bőr sejtjeink újra születésének, újra termelődésének a helyszíne. Az írha réteg és a felhám, vagyis epidermis réteg között van egy úgynevezett bazális membrán, ami az átjárhatóságot biztosítja, tehát ezen a membránon keresztül hatolnak át azok az anyagok, amelyek a bőrünk felszínére kerülnek, és onnan lejutnak a bőrünk mélyebb rétegeibe. Erről lesz még szó majd később, hogy milyen jelentősége van annak, hogy mi az, ami a bőrünk felszínéről, tehát akár a fejbőrünkről a mélyebb rétegekbe kerül, tehát itt nyilván olyan tápanyagokról is szó van, amelyek eljutnak az írha rétegbe, és ott képesek megfelelő módon működni, illetve itt található még a felhám legalsó részén, a bazális membrán fölött az a bazális réteg, ahol születnek az új sejtjeink. Ez az, amiről az imént beszéltem, tehát ez az a réteg, ahol folyamatosan termelődnek az új bőrsejtek, az új hámsejtek, és ahol születnek ezek egyre feljebb kerülnek, mert az újonnan születő hámsejtek ugye egymást tolják maguk előtt, amíg fel nem érnek és ki nem érnek teljesen a bőrünk felszínére, a bőrünk legkülső rétegére. Mire kiérnek, addigra elvesztik a sejtmagjukat, szépen ellaposodnak, elhalnak, majd távoznak. Ez, hogyha minden folyamat megfelelően zajlik, akkor nagyjából egy olyan 20-21 napos történet, tehát egy új megszülető hámsejt kb. Ennyi idő alatt kerül fel a bőrünk felső rétegére, elhal, majd távozik, tehát ez kb. Egy 3 hétnyi periódus. Hogyha megfelelően zajlik ez a folyamat, akkor ezt a fejbőrünkön nem kellene, hogy észrevegyük. Tehát nem kell, hogy azt lássuk, hogy a hámsejtjeink távoznak. Hogyha arra gondolsz, hogy időnként szemmel látható módon távozik, az már egy olyan folyamat, aminek valamiféle oka van, számos okra vezethető vissza, ezt nevezzük mondjuk korpásodásnak, erről is még egy pár szót fogok majd később ejteni. De a lényeg az, hogy ha megfelelően zajlanak ezek a folyamatok, akkor nem látjuk, hogy eltávoznak ezek az elhalt hámsejtek. Van még egy fontos dolog a felhámunkkal, az epidermiszünkkel kapcsolatban, mégpedig az, hogy mint a teljes testünk felszínén, tele van a bőr felületünk, a hajas fejbőrünkön is különféle hasznos, velünk élő jó baktériumokkal, olyan szövetségesekkel, akik gyakorlatilag a bőrünk, illetve a testünk külső védelmi rendszerét alkotják. A mi hasznos, jó, szövetséges baktériumaink, akik a bőrünkön élnek, végzik azt a védő funkciót, hogy a különféle kórokozók ne tudjanak bejutni, ugye a bőrünkön, mint védővonalon keresztül ne tudjanak bejebb jutni. Nyilván vannak különféle pontjai a testünknek, ahol
Erre jobban oda kell figyelni, tehát alapvetően a bőrünkön ott ülnek ezek a különféle baktériumok, és a természetes pH értékünket, a természetes savasságunkat, illetve savköpenyünk pH értékét nagyon kedvelik, nagyon otthonosan jól érzik magukat ebben a közegben, viszont a kórokozók nem kedvelik ezt a bizonyos pH értéket, ami a bőrünk sajátja, ezért oda kell figyelni arra, hogy bármit használunk a bőrünk felszínén, ide tartozik, ugye, mint most a hajunkról, illetve a fejbőrünkről beszélünk, a samponunk, mindenféle hajápoló, illetve fejbőr ápoló készítményünknek a pH értéke, hiszen vigyáznunk kell arra, hogy a saját velünk élő jó baktériumaink továbbra is jól érezik magukat, és tudják végezni a dolgokat, a bőrfunkciót el tudják látni. Még egy dolog, ami szintén ide a fejbőrünk, illetve a hajas fejbőrünk egészségéhez tartozik, itt az ábrán a jobb oldali képen látjátok, ez a legfelső epidermis rétegről van szó egyébként. A hámsejtek között elszórva látjátok azokat a lipideket, amelyek gyakorlatilag a bőrünk vízháztartását, nedvesség háztartását képesek kontrollálni, illetve szabályozni. Ezek a sejtközi lipidek természetes állapotunkban jelen vannak a bőrünkön, ezért fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy a megfelelő módon vigyázzunk az írharétegünkre, figyeljünk arra, hogy az írharétegünk megfelelő tápanyagokkal el legyen látva, a szőrtűszők, illetve hajhagymák a vérereken keresztül megfelelő minőségű tápanyagokat tudjanak kapni, hogy egészségesen tudjanak fejlődni és megőrizzék a vitalitásukat. A hajhagymáink tudjanak növekedni és újjászületni és fejlődni a hajszálaink, illetve a hajunk gyakorlatilag. Most arról nem beszélek, hogy a bőrápolás szempontjából is, még egyéb szempontokból is nagyon fontos az írharétegnek a táplálása, de ez most egy külön téma, most kifejezetten csak a hajunkról beszélünk, illetve arra is vigyázni kell, hogy a felhámunknak a külső rétege, az epidermis is a pH egyensúlyát meg tudja őrizni, valamint vigyázzunk arra, hogy a sejtközi lipid állományunk is védve legyen. Vannak egyébként olyan állapotok, amikor akár a fagyúmirigyek működése kibillen az egyensúlyból. Lehet, hogy a fagyúmirigyeink túlműködnek, vagy éppen alulműködnek. Találkozhatunk korpásodással, ez lehet száraz korpásodás, vagy síros korpásodás, sőt az is előfordul, hogy valamiféle gomba okozza, illetve nincs egyensúly. A korábbi gondolatra visszakanyarodunk, akkor már is látjátok, hogy ha a fejbőrünk az egyensúlyát meg tudjuk tartani, akkor gondoskodni tudnak arról a saját baktériumaink, hogy ne tudjanak elszaporodni különféle kórokozók. Többek között ezeket a bizonyos gombákat is képesek a saját baktériumaink szépen kordában tartani, és nem fognak különféle panaszokat okozni. Jó, de ide tartozik még az is akár, amiről beszéltünk korábban, hogy meg is fázhat akár a fejből, és akkor is okozhat különféle problémákat és szemmel látható nehézségeket. Na most nézzük azt, hogy itt a Forever világában mi mindent tudunk tenni azért, hogy szép, ragyogó, egészséges legyen a fejbőrünk, illetve a hajunk. Azt tudjátok, hogy minden termék, minden készítmény minősége azon múlik, hogy milyen az összetétele, hogy milyen nyersanyagokból, milyen alapanyagokból készül. Hatalmas büszkeség, hogy évről évre olyan nemzetközi szinten is elismert nagy presztízsű versenyeken nyerünk díjakat és elismeréseket és versenyhelyezéseket, amelyek mind-mind azt igazolják, hogy a legjobbak között vannak a termékeink. Évről évre több terméket szoktunk delegálni egyébként ezekre a különféle versenyekre, és mindig nagyon magas díjazásokkal, nagyon előkelő helyezésekkel szerepelnek a készítményeink. Ezek között van olyan, ami a tiszta összetevőkre vonatkozó verseny. Vannak olyanok, amelyek kifejezetten a green and clean, tehát a környezetvédelemre vonatkozó etikus, természetes, organikus, vegán, hulladékmentes, állatkísérletmentes, illetve környezettudatos szempontok szerint díjazza a termékeket. Vannak olyanok, amelyek kifejezetten az összetétel szerint hozzák meg a döntéseiket. Tehát ezek mind-mind olyan versenyek, amikre nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen kiváló eredményekkel szerepelnek a készítményeink. A hajápoló termékeink közül is fogok mindjárt mutatni nektek egyet-kettőt, amit elnyertünk az elmúlt évek során. Tehát ezek a tanúsítványok gyakorlatilag megerősítik a szubjektív döntéseinket, hiszen objektív tényezőként támasztják alá azt, amit mi magunk is tapasztalunk a termékek használata során léptennyomon. Ezeken a versenyhelyezéseken kívül vannak további olyan tanúsítványaink, amelyek szintén a termékeink összetételére vonatkoznak, a biztonságosságára, különféle tesztekkel igazolt elismerések és tanúsítványok, ezek, amiket most itt a dián láttok. Vannak közöttük a biztonságosságra vonatkozó
vállalkozóktól kezdve a környezetvédelemre, állatvédelemre vonatkozókon keresztül számos típusú tanúsítvány, ezeket mind-mind külön-külön megtalálod a webshopunkban, hogyha adott termékre kattintasz, akkor meglátod, hogy adott termék milyen díjakkal büszkélkedik, de én is fogok nektek még itt mutatni majd pillanatokon belül néhányat. Na most nézzük egy kicsit részletesebben, hogy hogyan is néznek ki a készítményeink. Ugye az elsődleges összetevő az aloe vera, ugye ez a mi kedvenc gyógynövényünk. Már 46. éve a zászlajára tűzött a cégünk, hiszen egy olyan gyógynövényről van szó, amit már évezredek óta használ az emberiség. Rengeteg alfaj közül választotta ki a Forever az aloe verát, tehát az aloe barbadensis miller, mint a készítményeink elsődleges összetevőjét, hiszen tele van olyan nagyszerű tápanyagokkal, amelyek kívülről is, belülről is zseniálisan tudják táplálni a testünket. Az aloe veránkat a cégünk saját tulajdonában lévő ültetvényein, saját klímáján, egyébként a Dominikai Köztársaságban, illetve Texasban termeszti, saját ültetvényeinken, vegyszermentes környezetben, ami nyilván nagyon fontos, hiszen tudjuk, hogy, mint az imént is említette, minden termék minősége a nyersanyagok, illetve az összetevők minőségétől és tisztaságától függ. Tehát ezért nagyon fontos, hogy vegyszermentes környezetben saját magunk mindenféle beszállítóktól, meg egyéb tényezőknek való kiszolgáltatottság nélkül tudjuk biztosítani a legtisztább, legmagasabb minőségű aloe verát. Ezt a növényt egyébként, amikor megérik, kézzel takarítjuk be, tehát a megérett külső leveleket a növényről kézzel vágjuk le, és csak a belső gélt hasznosítjuk. Tehát egy filézési folyamaton megy keresztül az érett levél, ami azt jelenti, hogy eltávolítjuk a külső zöld levélburkot, és azt a levélhártyát is, és csak a tápanyagokban nagyon gazdag belső nedv kerül bele a termékeinkbe. Nem csak az italainkba, amiről ugye híresek vagyunk, a Forever Aloe Vera gélje az, amiről talán legtöbben ismernek bennünket, de a külsőleges felhasználású készítményeinkbe, a hajápoló készítményekbe, illetve az egyéb krémeink be kozmetikumainkba, személyi higiénés termékeinkbe is csak az aloe verának a belső zselés, kocsonyás gélje kerül bele. Saját szabadalmaztató stabilizációs eljárással őrizzük meg az állagát és a beltartalmát, a vertikális integráció elve szerint folytatjuk egyébként a teljes gyártási folyamatot. Ez azt jelenti, hogy a cég saját kezében tartja a termékek előállításának egész folyamatát, egészen addig, amíg a futártól átveszed a csomagodat és kibontod az adott terméket. Van még egy gondolat, hogy az aloe vera vívőanyagként is remekül működik. Ezt azért szúrtam ide nektek kifejezetten ehhez a hajápolással kapcsolatos témához. És az aloe verának van egy nagyon izgalmas, különleges tulajdonsága, hogy azon túl, hogy önmagában is a bőrünk elképesztően szereti, és arról nem beszélek, hogy belsőleges felhasználású készítményként is szenzációsan működik, most nyilván elsősorban a külsőleges felhasználásról beszélünk, tehát a bőrünk nagyon szereti, hiszen táplálja, ápolja, hidratálja, védi a bőrünket, még van egy olyan különleges tulajdonsága, hogy a hozzá kapcsolódó egyéb vegyületeket, egyéb anyagokat képes a bőrünk egész mély rétegeibe is eljuttatni. Jó, tehát gyakorlatilag az aloe vera, mint vívőanyag is remekül működik, azon túl, hogy élvezzük ugye a saját nagyszerű, kiváló tulajdonságait. Na most nézzük a hajápolás területén, melyek azok a készítmények, amelyeket a mindennapokban szoktunk használni, illetve ajánlani. Van ugye egy aloe jojoba tartalmú samponunk, egy aloe és jojoba tartalmú hajkondicionálunk, van egy ápoló hajolajunk, valamint zárójelben tettem ide nektek az Aloe First nevű készítményünket, hiszen nem célirányosan a hajápolás területére lett fejlesztve, viszont olyan sok oldalon használható készítményről van szó, hogy akár ezen a területen is meg fogod tapasztalni a nagyszerű hatásait, a nagyszerű tulajdonságait. Most kezdjük a samponnal. A samponunk gyakorlatilag elsődleges összetevőjének köszönheti a legnagyszerűbb tulajdonságait, az aloe vera, ugye a saját aloénk, ami konkrétan azt jelenti, hogy a saját ültetvényeinkről származó, saját mezőinkről származó, saját magunk által előállított nyersanyagról van szó. Ez önmagában gyönyörűen nyugtatja a bőrünket, hidratálja a fejbőrünket, a nedvességtartalom megőrzését is rábízhatjuk. De még mondok egy-két olyan összetevőt, ami célirányosan ezt a területet támogatja. Itt van már is a következő, ami az aloe mellett a második legfontosabb összetevője a hajápoló készítményeinknek, ez pedig a jojoba olaja. Ez a bőrünk és a hajunk természetes zsírsavaira hasonlító lipideket tartalmaz, tehát célirányosan képes ezt a lipidréteget, illetve a bőrünknek a természetes nedvesség tartalmát támogatni, illetve ennek megőrzésében segítséget nyújtani.
A jojobának, a jojoba olajának vannak még olyan nagyszerű tulajdonságai, amelyeket a hajápolásban nagyon szeretünk. Erőteljes, lágyító és puhító tulajdonsága van, valamint olyan természetes fényt és természetes ragyogást tud adni a hajszálaknak, miközben erőssé és sejmessé válik ugyanakkor a hajunk, tehát gyakorlatilag a nedvességtartalmat képes támogatni, és a fejbőrünkhöz is nagyon gyengéd. Ezért került a hajápoló készítménybe a jojoba olaj. Az argánolaj a következő összetevő, amit nagyon szeretünk még a hajápolásban, marokkói folyékony aranyként is szokták nevezni, talán hallottad már ezt az elnevezést. Nagyon gazdag az argánolaj E-vitaminban, természetes zsírsavakban, tehát ennek megfelelően ugye az argánolaj is ápolja az egészséges fejbőrt. Ez egy nagyszerű tulajdonsága. Aztán a B5 vitamin, valamint a csipkebogyó olaj, ezek olyan antioxidánsokkal, illetve telítetlen zsírsavakkal dúsítják az aloe samponunkat, amivel a lipidrétegünket is támogatja, illetve puhává varázsolja az egész hajat, az egész hajunkat. Tehát látod, hogy milyen nagyszerű, természetes olajokkal és természetes növényi összetevőkkel képes olyan sok oldalban védeni, és közben tisztítani, alaposan tisztítani és táplálni a hajunkat, hogy elképesztő. Hogyha felmerült benned a kérdés, hogy vajon ezt a sampont kinek javasoljuk, mert hogy láttál már a drogériák polcain sampont rövid hajra, hosszú hajra, szőkére, barnára, zsírosra, szárazra, nem tudom, mifélékre, akkor ezek közül akkor az összetevőkre nézve, az összetevőket megvizsgálva, érezheted azt, hogy itt nem erről van szó, hogy ugye a száraz hajat zsírosítani kellene, vagy a zsíros hajat szárítani kellene, hanem ezek a természetes növényi összetevők gyakorlatilag egyensúlyban tartják a fejbőrünk működését és a hajunk állapotát. Ugye látod az összetevőkön, hogy az egész sampon tele van a hajunk, a fejbőrünk, illetve hajhagymáink működését harmonizáló összetevőkkel. Jó, úgyhogy nagyon fontos, látod már, hogy mi szívódik fel. Egyébként erről ritkán beszélünk, de hát a bőrünk teljes felülete egy olyan rétegünk nyilván, amin keresztül rengeteg dolog jut a testünkbe. Ami felszívódik, az egyből ugye a keringésbe jut, és a keringésen keresztül eljut minden sejtünkhöz, minden szervünkhöz, minden olyan anyag, amit magunkra kerünk. Úgyhogy valóban nem mindegy, hogy milyen tiszta összetevőkkel veszed magad körül, és miket használsz a mindennapokban. Jó, és ezért is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a leghétköznapibb fürdőszobai készítményeinkben is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy tiszta, jó minőségű összetevőkből készüljenek a készítményeink. Látod itt az összetevők sorában azt is, hogy nem borítja fel a pH egyensúlyt, ami kifejezetten a fejbőr védelme szempontjából nagy jelentőségű. És ha elképzeled, hogy ezekkel az összetevőkkel, ezekkel a nagyszerű hatanyagokkal milyen klassz egy jó tisztítás, ami alaposan megtisztítja a hajszálakat, alaposan megtisztítja a fejbőrt is, és közben egy jó átmasszírozással olyan nagyszerűen fel tudod élénkíteni a vérkeringést is a fejbőrödben, és közben ezek a nagyszerű anyagok, illetve az ezekből a nagyszerű összetevőkből származó különféle vegyületek jutnak be a testedbe, a fejbőrödön keresztül. Tehát ez egy nagy ajándék, hogy ilyen samponnal tudjuk a mindennapjainkban végezni a hajunk és a fejbőrünk tisztítását. Most menjünk tovább a következő, a hajápolás területén ugye a aloe jojoba kondicionálunk. Az előző dián a samponnál is láttatok már egy díjazást, a sampon is kapott egy kiváló nagy presztízsű minőségre és összetételre vonatkozó díjat. Itt is látjátok ezen a dián, hogy a kondicionálunk is gyakorlatilag a legjobb természetes hajkondicionálónak járó díjat kapta el 2021-ben. Ez volt az az év egyébként, amikor piacra került, tehát abban az évben rögtön díjazta a nagyvilág, illetve a hivatalos szervek ezt a kiváló sampont. Több kategória van egyébként, a természetes hajkondicionálók kategóriájában nyertük el ezt a nagy presztízsű díjat, tehát győztes lett. Ennek az összetevőik között is látod az első helyen az aloe verát, gyakorlatilag kondicionálóként is tudunk gondoskodni a hajszálak nedvességtartalmának megőrzéséről, a hajszálak és a fejbőr nedvességtartalmának megőrzésére is gondolunk itt nyilván. A jojoba olaj, ugye, mint a sampon esetében is tartalmazza azokat a tiszta, természetes zsírokat, amelyekkel védjük a fagyúháztartásunkat, a fejbőrünkön, a hajunkhoz csatlakozó fagyúmirigyek működésé szempontjából fontos zsírokat, illetve a hám rétegünk, a legfelső epidermiszünkben lévő lipid állományt is tudjuk támogatni a jojoba olajjal,
és ezen kívül még további növényi olajokat is tartalmaz, amelyek egy olyan komplex, olyan jól használható, zseniális összetételű hajkondicionált kapunk, ami nagyon szépen erősíti, nagyon könnyen kezelhetővé teszi a hajat. Hogy mit várunk egy hajkondicionáltól, az nyilván sok mindentől függ, mennyire hosszú a hajad, mennyire rendezett, milyen gyakran szoktál hajat mosni, de alapvetően a kondicionálót úgy használjuk, hogy a haj samponozása után alaposan kiöblítjük a sampont a hajunkból, utána egy-két percnyi időre tesszük fel a hajszálainkra a kondicionált, tehát ezt nem kell bemasszírozni, a hajkondicionált nem szoktuk a fejbőrünkön használni, inkább csak a haj szálaink hosszán. Egy pár percig rajta hagyjuk, majd leöblítjük, tehát a hajkondicionált is le kell öblíteni, ki kell öblíteni a hajunkból, és nagyon könnyen kezelhető, lágy esésű, csillogó, ragyogó, el nem nehezülő hajszálakat kapunk a végeredményként, nagyon könnyen kifésülhető, és nagyon gyakorlatilag formázásra kész van a hajunk egy ilyen hajkondicionáló használatával. Arról nem is beszélve, ami nem tudom, hogy fiúknak mennyire érdekes, de nekünk lányoknak szerintem ez is szempont szokott lenni, hogy csodálatosan finom illatú lesz a hajad tőle, hogyha ezzel samponozol, majd kondicionálót használsz. Jó, tehát ez a következő, amit nagy, nagy szeretettel ajánlok figyelmetekbe, de még nincs vége a hajápolás sorának, ugyanis van egy nagyszerű ápoló hajolajunk, aminek látod, szintén az elsődleges összetevő ez az aloe vera. A hajolajunk annyiban különbözik egyébként a sampontól és a balzsamtól, hogy szokás kérdése és az időd függvénye, hogy milyen gyakran szoktál hajat mosni. Hogyha minden nap, akkor nagyszerű, nem tudsz semmi gondot tenni a mindennapi hajmosással, hiszen nem szárítják ki az összetevők, nagyon szépen táplálják az összetevők a fejbőrödet és a hajszálaidat is, tehát nyugodtan minden nap használhatod a sampont, illetve a balzsamot, de ha csak pár naponta mosol hajat, az is teljesen rendben van, te nyilván ismered már úgy a fejbőröd és a hajad működését, hogy tudod neked, mire van szükséged, viszont a hajolaj egy olyan készítmény, amit gyakorlatilag nem csak a hajmosásokkor, tehát a hajmosásokkal együtt, hanem a hajmosások között is, akár minden nap, sőt, akár naponta többször is lehet használni. Ez gyakorlatilag a mindennapi ápolást és a védelmet biztosítja a hajszálaink számára. Miért is kell védeni a hajunkat? Hát nyilván tudod, hogy tele vagyunk olyan környezeti hatásokkal, olyan tényezőkkel, amelyek folyamatosan érik az egész testünket, és természetesen a hajunkat, a hajszálainkat, arról nem is beszélve, hogy nagyon sokat tudunk tenni azért a hajunk roncsolásáért is. Hát egyrészt a napsugárzás, a hideg, a szél, a váltakozó, ingadozó hőmérséklet, ugye a fűtött belső helységek és a hideg kinti hőmérséklet közötti nagy hőmérséklet különbség. Aztán azok az eszközök, amelyekkel folyamatosan terrorizáljuk a hajszálainkat, a forró levegő, a hajszárításkor, illetve a különféle hajsütővasak, a különféle kemikáliák, amiket magunkra szoktunk fújni, meg kenni, ugye a ilyen hajrögzítő készítmények például. A lényeg az, hogy tényleg kell védeni a hajszálainkat, de a cél az, hogy ne nehezedjenek el a hajszálak, ne legyen zsíros tőle a hajunk, tehát valami olyan készítménnyel szeretjük ápolni a hajunkat, illetve védeni a hajunkat, amitől tényleg ragyogó, egészséges és gyönyörű lesz a haj. Hát ez a hajolaj éppen ezt tudja, olyan nagyszerű összetevőkkel, ugye az aloe verán kívül, hatféle szilikonmentes növényi olajat tartalmaz még, és gyakorlatilag a száraz olaj az a kifejezés, amit hallhattatok, már ismerhettek már, ennek köszönhetjük azt, hogy gyakorlatilag nyomtalanul, észrevétlenül elillan, illetve felszívódik, beivódik a hajszálakba használat után. Úgy szoktuk használni egyébként, hogy egy pár cseppet ezzel a kupakban elhelyezett kis pipettával, pár cseppet, nem tudom, 3-4 cseppet a tenyerünkbe, cseppentünk, és azzal átfésülgetjük a haj végeinket, illetve a hajszálaink hosszát, ezt sem tesszük a fejbőrünkre, nyilván csak a hajszálaink hosszát ápoljuk vele. Ezzel a zseniális növényi alapú hajolajjal tudjuk ragyogóvá tenni, ragyogóan formázni a hajszálainkat. Csodálatos illata van, nagyszerű érzés használni is, és nagyszerű érzés annak is, aki a környezetünkben van, hogy tényleg nagyon-nagyon finom, természetes, de nagyon finom illata van, és a különlegessége az, hogy használható száraz és nedves hajon is, tehát hogyha elképzeled, hogy közvetlenül hajmosás után, ugye a kondicionálót is kiöblítve a hajadból, törülközővel megtörölgeted, ilyen törülköző nedvesre szárítgatod a hajadat, utána ezt a nedves, vagy majd hogy nem vizesnek mondható hajadat ezzel a pár csepp olajjal átkezeled, illetve felviszed rá ezt a pár csepp olajat, és formázásra, illetve szárításra kész ilyenkor már a haj, de hogyha
eltelik mondjuk egy-két nap, vagy akár másnap, hajmosás nélkül kezded a következő napodat, akkor is meg tudod tenni azt, hogy ugyanúgy a napot a meg nem mosott hajadon egy pár csepp hajolajjal indítod, és ezzel felfrissíted, újra ragyogóvá és élővé teszed a hajszálaidat. Az egy nagyon fontos tulajdonsága, hogy nem zsírosítja, és nem nehezíti el a hajszálakat, és képes arra is, hogy akár a legszélsőségesebb időjárási viszonyok között is, tehát mondjuk amikor magas a páratartalom, most éppen nem ennek van itt az ideje, de eljön majd még a nyár, akár olyan esős, nedves időjárásban is, amikor akinek éppen arra hajlamos a haja, nagyon könnyen kuszává, kócossá válik, ezzel a hajolajjal gyönyörűen rendezetté tudod varázsolni a hajadat minden áldott nap, akár naponta többször is. Jó, tehát legyen ez az az eszköz, ami minden nap ott van a hajápolásban és a hajvédelemben. Tehát az, hogy ragyogó a haj, azt úgy kell érteni, hogy nyilván nem a zsíros fénytől válik ragyogóvá, hanem ezektől a természetes, tiszta, növényi olaj alapú hatóanyagoktól lesz az a ragyogó fénye a hajadnak. Inkább úgy fejezném ki magam, hogy elveszti a hajunk azt a fakóságát, ami olyan gyakran sajátja a hajnak, hanem ad neki egy nagyszerű fényt. A szilikonról egyébként azt kell tudni, és azért fontos, hogy szilikonmentes készítményről van szó, mert a hajápolásban nagyon gyakran használják a szilikont, mint összetevőt, ugyanis ez egy olyan anyag, ami egyfajta bevonatot tud képezni a hajszálakon, illetve a fejbőrön is, ami semmiképpen nem előnyös. Tehát lehet, hogy a kozmetikai ipar amúgy szereti ezt az összetevőt, de mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy azokat a tulajdonságokat, amiket elvárunk a magas minőségű hajápoló készítményektől, szilikon nélkül is meg tudjuk oldani, sőt. Jó, tehát arról beszéltünk ugye, hogy a nagyszerű növényi olajkeverék összetételének köszönhetően ugye a természetes lipidjeinket is biztosítja a hajunk, illetve a hajszálaink számára a hidratáltságot tudja megőrizni a hajszálainkban. Egy nagyon szép, lágy, erős haj lesz az eredmény. És beszéljünk akkor még egy gondolatot arról a készítményről, ami nem kifejezetten a hajápolás eszköz rendszerébe tartozik, de olyan sok oldalú, ugye az Aloe First nevű készítményünk, biztos ti is ismeritek, szeretitek, használjátok lépten nyomon. Tudom, hogy ott van minden háztartásban, ott kell, hogy legyen a fürdőszobákban, a konyhában, hiszen lépten nyomon szükség adódhat, illetve kerülhet olyan helyzet, amikor érte szeretnénk nyúlni, akár a konyhában ügyetlenkedünk, akár a kertben történik bármi. Mindig jó, ha van egy olyan készítmény, ami nagyon szépen ápolja, védi, hidratálja, nyugtatja a bőrünket, nagyon szépen hámosít. Az aloe vera saját ültetvényeinkről származó tiszta natur levél belsőre gondolunk itt is természetesen, amikor az aloe vera tartalomról beszélünk. Ennek a nagyszerű növénynek a szürletét tartalmazza olyan különféle gyógynövényekkel kiegészítve, amelyek a legkülönfélebb jótékony tulajdonságai miatt kerültek bele ebbe a készítménybe. Az, hogyha alkalomszerűen időről időre, akár hajmosások előtt egy ilyen jó förstös bepermetezéssel, bemasszírozással még egy plusz löketet adsz a felhámoltnak, az epidermisednek, illetve azon keresztül el tudnak jutni különféle nagyszerű összetevők a különféle gyógynövényekből, egészen mélyre, akár az írha rétegig is el tudnak jutni olyan összetevők, amelyek nagyon szépen táplálják, nyugtatják, hidratálják a bőrödet, akkor ezt a fejbőröd működésén és a hajszálaid és a hajállományod megjelenésén is meg fogod tapasztalni. Úgyhogy látod, hogy vannak olyan készítményeink, amik célirányosan a fejbőr egyensúlyát, a fejbőr pH-ját, a fejbőrben található szőrtűszők, illetve hajhagymák működésének az egyensúlyát képesek támogatni, illetve fenntartani, képesek arra, hogy megfelelő összetevőkkel, nagyszerű mikrotápanyagokat tudjanak eljuttatni a bőrünk mélyebb rétegeibe, és így tudják táplálni a hajhagymáinkat is. Tehát látod, hogy egy nagyon komplex, nagyon minden mindennel összefügg, ez egy nagyon komplex rendszer, de a cél az, hogy a legtisztább, legjobb minőségű, legnagyszerűbb összetevőkkel gazdagított készítményeket használd, nem csak az étrendkiegészítők kapcsán, hanem a külsőleges felhasználású készítményekkel kapcsolatban is. Tehát a hajadat, a fejbőrödet is úgy véd, a legjobb minőséget érdemli, a legjobb készítményeket érdemli. Vigyázz rá, szeresd, óvd, ápold, és igaz, hogy divatok jönnek, mennek, mikor mi a trendi éppen, van, amikor a nagyon megcsinált haj a divatos, van, amikor azt tetszik, van, amikor azt szeretjük, most éppen ott tart a divat, hogy minél természetesebb megjelenésű a haj, annál jobban tetszik,
Mindenesetre a természetesség és a természetes működés az biztos, hogy mindig tetszik, és az mindig szép. Úgyhogy divatok jöhetnek, mennek, és trendek is váltogathatják egymást. Az biztos, hogy ami egészséges, ami jól működik, ami ragyogó, amin látszik, hogy tiszta, ápolt és rendezett, az mindig szép. Úgyhogy én azt kívánom nektek, hogy legyetek büszkék a hajatokra is, legyetek büszkék arra teljes megjelenésre, amivel képviselni tudjátok azt, amit ti gondoltok a világról, az egészségről, a tisztaságról, a kiváló összetevőkről, és ez a hajatok minőségén, a hajatokon is meg fog mutatkozni, úgyhogy kívánom nektek, hogy élvezzétek az összes fürdőszobában töltött percet. Én ma ezzel búcsúzom tőletek, köszönöm szépen már a figyelmet nektek, hamarosan újra találkozunk, addig sziasztok!